sokak számára a búcsújárásról ismert, vagy épp a falu határában található szórakozó helyekről. A kis északbácskai település azonban otthont ad egy hatalmas kertnek is, Randovics Leila virágos kertjének, ami 2016-ban Szerbia legszebb kertje címet is elnyerte. A virágos kert azóta is szépült és terebi esedett, és ma már látogatókat is fogadnak. Maga a kert közel 1,2 hektáros területen helyezkedik el a falu szívében, Randovics Lejláik családi háza mellett. A kertészt már gyermekkora óta foglalkoztatták a növények, és 2012 óta építgeti a saját kertjét, amely ma már több száz fajta növénynek ad otthont. Úgy mindig is érdekültek igazából a növények, meg a kert, de, de igazából akkor túl, amikor már lehetőségem is nyílt rá, hogy magam is gyakoroljam a kertészkedést, akkor tudja elindult, akkor aztán tényleg az irodalmat bújtam a mindenféle kertmagazinokat, ahol ugye a, a favorit kerteket ugye próbáltam tanulmányozni, hogy azok hogy épülnek fő, meg, meg, ugye képzésre is elmentem, ilyen észak-német, meg holland körútra, ahol megint csak ilyen sztár kertelvezőknek a magánkertjeit megláthattam élőbe, és akkor valóban egy kép, képem született arról, hogy, hogy ottan hogy néznek azok a kertek ki, meg, meg, meg tetszettek is igazából azok a kertek, és én is itt ezt az irány, irányt, követem, hogy a természetes hatású beütetés, minél több ilyen vadvirág hatású évelőt, díszfűféléket használok, és akkor ez így, így egymásra épült, mint a háznak a fala, a téglárú téglára valóban. Körülbelül hány növény van most itt, és nagy vonalakban milyen fajták találhatóak meg? Igen, hát csak körülbelül tudom elmondani. Még, nem, még mindig nem jutottam oda, hogy egy, egy összegzést csináljak, vagy egy névsorta a növényekről. Hát mondhatom, hogy több száz fajta növény. Kicsit hajlamos vagyok a gyűjtésre is, úgyhogy lehet mondani, hogy gyűjteményes kert, mert íriszekből mondjuk rá, ami a magyar neve nőszírom, abból egy 270 fajta megtalálható. Rózsából is már most már egy 30-40 fajtát összegyűjtöttem, többféle levendula, bú is van több fajta. Na szóval, ami, ami olyan alap, alapköve egy kertnek, abból próbáltam, hogy több fajtát beszerezni, és akkor megnézem, hogy melyik a legjobb, és akkor esetleg azt aztán tovább szaporíjam. De vannak különlegesebb növények is, mint a cédrusok, azokból is van több fajta meg a lágycárú évelők, ami, ami legtöbb van, meg aztán a díszfűfélékből is van egy elég szép kollekció, ami ugye majd a későbbiekben mutatja meg igazi, igazi habitusát, amikor kikalászónak, úgyhogy hát nagyon sok minden van tényleg, tősorón is nehéz lenne. A jó kerthez azonban nem elég csak a szakirodalmat bojni, kísérletezni is sokat kell, és növényről növényre kell építgetni. A kert az attól, attól jó, hogyha vannak benne szintek, hogy ne csak korlátozódjunk mondjuk rá sziklakerti növényekre, mert nagyon sokan abba belásnak, hogy, hogy csak ilyen mini növényeket tesznek, hogyha tényleg van egy több száz négyzetméter, is, akkor csak a sarokba beraknak alacsony kis növényeket. Meg kell, hogy legyen egy, egy, egy ilyen növény lépcsőzetesség, vagy növényi szintek, hogy tényleg a háttérbe tegyünk magas növényeket, a, fák fáktól kezdve a tujákon át, azok elé ugye magas évelőket, aztán alacsonyabb évelőket, és akkor esetleg valami szegélye ugye lezárjuk azt, és akkor, és akkor van egy, egy, egy ilyen szép egy fölfutása annak a látványnak, tényleg van neki dimenziója, nem egy síkú lapos és akkor ugye ez ugye magába hozza azt, tehát, hogy egyik növény ugye a kihajtáskor szép, a, a másik az ugye megvan, hogy március, ö, májusba, a következő majd esetleg júniusba, őszre megint csak a fa ugye esetleg színeződik, és akkor az ott egy állandóan egy... egy ö, ö, sz, állandóan vonza a szemet valójában, mert, mert van egy változatossága, és nem egy egységú dolog. Leila naponta legalább két-három órát tölt a kertben, és minden nap akad valami tennivaló, legyen az fűnyírás, sövényvágás, meccés vagy épp a virágok szaporítása körüli munkálatok. A növényekkel, a kertel pedig együtt járnak a gyógynövények és a káros rovarok is, azonban a kertész Tert, az évek ö... alatt erre is jó módszereket ö... talált ki. A folyondár, meg a tarack ellen muszáj, muszáj egy kis vegyszert bevetnem, és akkor azt direkt oda teszek, ö hogy mondjam, hogy a, a dísznövényem vagy bármi mellett az ottan kinő, akkor oda teszek a dísznövény mellé egy kartonpapírt, hogy ugye arra még véletlenül sem menjen a, 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 a permet, és akkor azt úgy ottan kipermetezünk, hogy ennyi a vegyszer, amit igazából használok, de az is minimális tényleg az egész egy hektáron, hogyha ilyen egy deci gyomírtót elhasználok, mert tényleg csak azt, amit muszáj, mert a hiába kapálom, az csak annál jobban fog neki szaporodni a, a, a tarack gyökerem, meg ugye a folyondárnak is szintén olyan uh, igazán éltes gyökere van. A kertész szerint az 1,2 hektáros területű kert még nincs befejezve. Tervben van a járófelületek kiépítése, és padokat is szeretnek kihelyezni a közeljövőben. Előzetes bejelentkezés alapján pedig bárki betérhet az Oromhegyesi Virágos Kertbe, aki egy kellemes, szemet gyönyörködtető délutánt szeretne eltölteni a természetben.